Bemutatjuk az Öreg című bűnügyi filmsorozatot. Felesleges halál. Már igazán békén hagyhatna az ördögbe is. Mit akar tőled? Nem tudom. Nem hallgatsz el előlem valamit? Mit hallgatni kell? Na gyere! A kocsihoz kísérlek. Félsz, igaz? Ha már elváltam tőle, akkor késő van. Mennem kell.
Tizet?
Érdekelne, mit gondolhatnak rólunk, ahogy látnak itt ücsörögni. Mit gondolnának? Hogy várunk a mosásra, tiszta sor? De megmondtam, hogy ne tedd közé a színes holmidat. Mert ha fog, vehetsz nekem egy csomó fehér inget. Dehogy is fog. Egytől egyig. Magával szívesen laknék együtt. Velem? Én veled nem. Akkor már inkább ez a... Ne nézz oda. Ajajaj. Szabad napunk van. Már nem. Egyedül ránk számíthatnak. A többiek mind bevetésen vannak. Halljuk, mi történt? Egy Fervergrábeni parkolóházban lelőttek egy férfit és egy nőt. Ennek már sose lesz vége. Láttak még valamit? Semmit. Csak szabad? Ne, adják abba, most nem fotózhatnak. Értsenek a szóból, hiába. Viszem a laborba. Hol a többi? Eymannál. Aha. Doktor úr. Jó napot. Lehet, hogy a férfi még élt néhány percig. A nő biztosan nem. Azonnal meghalt. Aha. A kocsi itt a halott mellett lopottnak van bejelentve. Köszönöm. Mi van, gond terheltnek látszol? Na, ja. Lelőttek egy embert, akinél se irattárca, se pénztárca, se igazolvány, semmi, csak ez a fegyver itt. És hozzá még egy címkesít se volt, tessék. Se az ingen, se a zakón, se a cipőben, se a kalapban, sehol. Csináltatsz egy jó fotót, és megjelenteted az újságokban. Talán jelentkezik valaki, aki felismeri. Egyelőre más nem tehetünk. Légy szíves egy fotót. Innen. Kerüljön. Közelebbről. Gyere. Ja. Most küld ide azt a fickót. Hogy is hívják? Vigand, Péter Vigand. Tudtom, a tilos itt a dohányzás. Jöjjön, Köszter úr, beszélni szeretne önnel. Elvitetettem a hullákat? Nem, még nem, majd szólok, ha lehet. Vidd el innen az urakat, jó? Pár percre. Megkérhetem, hogy jöjjenek velem. Vigán. Doktor úr. Viszontlátás. Vigán. Köszter. Jöjjön, kérem, átmegyünk. Ez így szokás? Mi szokás így? Hát ez a fotózás. Igen, ez már nálunk így szokás. Szeretnék öntől megtudni egymást erről az emberről. Mi köze ennek a feleségemhez? Hát ezt én is szeretném tudni. Ismeri? Nem, azelőtt sose látta. És miért lőtte le? Már megmondtam. Szeretném újra hallani.
Mert lelőtte a feleségemet. Mikorra kaphatod meg? Egy órán belül. Mi a foglalkozása? Nincs foglalkozásom. Tanultam közgazdaságtant, jogot, diplomám is van, de ez mind nem érdekes. Anyagilag független vagyok. Nem dolgozom. Meg akartam ölni. Ezért hoztam magammal a fegyvert. Ez volt az első eset, hogy magamhoz vettem. Egyszerre felbukkant az az ember, és egész reflexszerűen meg akartam védeni az asszonyt. Nem, csak nem akarta, hogy más ölje meg. Maga akarta megölni. Így történt, igaz? Az is lehet. Csak mert elhagyta magát. Mert mindenkivel lefeküdt, aki az útjába került. És ezért ölni kell. Akkor folyton öldökölhetnénk. Én akartam megölni. De az a másik megerőzte magát. Weingartner úr, az áldozat apja. Részvétem Weingartner úr. Te tisztog az ember! Megölted a lányomat! Nem! Nem Vígandúr lőtte agyon a lányát. Egy másik tette. Ja. Nyugodjon meg. Gerd! Velem most mi lesz? Letartóztatnak, vagy őrizetbe vesznek, vagy mi? Nem, most a kapitányságra viszik, és ott megvár engem. Gergő... Igen. Egy pillanat. Csak hozom a holmimat. Tessék. Gerd! Nagyon vigyázz a fickóra. Jöjjön Weingartner úr. Megmutatom azt az embert, aki a lányát lelőtte. Tessék. Ismeri? Nem. Miért gondolta, hogy Vígandúr lőtte le? A lányom ott hagyta. Nem akar többé vele élni. Ma reggel is mondta nekem. Utat. Letartóztatja? Egy pillanat. Erre tessék. Szörny. Igen, az. Ugye Vígannének az 5. emeleten van parkolóhelye. Igen, nagyon örült neki. Nem könnyű manapság garázst találni. És nem is olcsó. Öné volt a parkolóhely, úgy értem, a praxisához tartozott? Nem, azt a férje bérelte ki. Még akkor, amikor megismerkedtek, és gyakran jött érte. Aztán egyszerűen megtartotta. Fél évvel a házassága előtt kilépett tőlem. Bárki boldogan felvette volna. Reméltem is, hogy a válás után visszajön hozzánk dolgozni. Csak a legjobbakat mondhatom róla. Hát ezelőtt már nem sokra megy. Hamupipőke. Tessék, mit mondott?
hamupipőkben. Akkoriban a feleségem hamupipőke históriának nevezte. Óriási sajtóvisszhangja volt. A gazdag herceg, a nép egyszerű leánya és a nagy szerelem. Tessék! Bejönné? Én most egyedül hagyom Köster úrral. Majd megtudja tőle, hogy mi is történt. Köster úr ugye megbocsát? Természetesen, doktor úr. Bejönné? A doktor úr elmondta, hogy ön mint egy anyai barátnője volt Vigannénak. Igen. Talán azért, mert anya nélkül nőtt fel. Az apja nevelte. Gondolom, bizalmas dolgokat is közölt önnel. Segítsen nekem, Bejönné. Egy gyilkosságot kell felderítenem. Vigannéné külön élt az urától. Volt-e barátja, vagy esetleg több is? Csak egy volt. Garden. Manfred Garden. Garden. Ez volt az? Ne ijedje meg, ez a férfi halott, lelőtték. Nem. Bár csak egyetlen egyszer láttam, de nem. Ő, szóval nem ő. Akkor kezdődött, amikor megromlott a viszony a férjével. Amikor kiderült, hogy amit szerelemnek hitt, nem volt az. Csak birtoklási vágy. Szadizmus. Erőszak. Gardent mondott D-vel? Igen, Manfred Garden. A férje legjobb barátja volt. Egy második lövedék a 4-es és 5-ös interkosztálisban kötött ki. Pont. A golyó a bal mellhártyá hatolt keresztül, és szétroncsolta az aortaívet. Pont. Vigan tényleg gazdag. Bár a cégnél nincs szava. Erről az apja gondoskodott a végrendeletében. Mióta az asszony elhagyta, egyedül él a villában. Fel tudtál hajtani valamilyen tanúkat? Nem, de... Minden arra utal, hogy csak ugyanúgy játszódott le az eset, ahogy Vigand elmondta. Szóval a nőt az idegen fegyverével lőtték le a Luggerrel. Az idegenünket pedig Péter Vigand fegyverével lőtték le a revolverrel. Lehet, hogy az idegen az egyik szeretője. Volt. Á, volt. De szép volna. Csak túl egyszerű ahhoz, hogy igaz legyen. Na jó, utolsó ajánlat. Az emberünket már feljelentették emberölési kísérletért. Milyen emberünket? Péter Vigandot. Azt hiszed, ezzel örömet szereztél? Pillanatnyilag csak elbizonytalanítottál. Akárhogy is, ezt a Vigandot feljelentették, mert meg akart ölni egy embert, aki őt 16 éves korában megrontotta. 10 évvel később csak ugyan félholtra verte, de nem lett belőle tárgyalás. A tanúk mind visszaléptek. Az áldozat is. Vigand apja akkor még élt. Mi az ördögöt kezdjünk egy halott gyilkossal, akiről semmit sem tudunk? És egy asszonnyal, aki... Ha most futni agyon Vigandot, éjjel-nappal figyeltetni akarom a legjobb embereimmel. Persze, mint mindig. Mint mindig. Aztán mindent meg akarok tudni egy bizonyos Manfred Garderről. Tessék, felírtam neked. Ez állítólag Vigandné asszony utolsó szeretője, és Vigand úr legjobb barátja. Pillanat. Most jött meg a laborból. Juttasd el a sajtóhoz, jó?
Ön hazudott nekem. A felesége nem feküdt le mindenkivel. Csak a maga barátjával, Garden úrral. Erről ne beszéljünk. Remélem közben megbizonyosodott, hogy nem én öltem meg a feleségemet. Igen. Azt az embert öltem meg, aki lelőtte a feleségemet. Na igen. Az megelőzte magát, igaz? Ez még egy emberölési vádhoz sem lesz elég a bíróság előtt. El akar hívni egy ügyvédet? Minek? Hányszor követte reggel a feleségét? Önnek a gyilkosa kilétét kell felderítenie. Hányszor követte reggel a feleségét? 8-szor, ha épp tudni akarja. Meséljen valamit a barátjáról, Garden úrról. Nincs mit mesélnem. Mikor ismerkedett meg a feleségével? Köszter úr. Na. Tudtam, hogy van itt valami. Tessék, Manfred Garden saját üzemben rendelkező reklámszakember tegnap óta eltűnnek nyilvánítva. Elmehet. Meg se kérdezte, van-e fegyverviselési engedélyem. Jó, gondoltam, hogy van. Hanem az ember iránt, akit lelőtt, egy pillanatig sem mutatott sajnálkozást. Miért sajnáltam volna? Megölte a feleségemet. Láttam a halott fotóját az újságban. Honnan tudja a számomat? Ki maga és mit akar tőlem? Talán segíthetek. Miért nem megy a rendőrségre? Mert először magával szeretnék beszélni. Mit tud nekem nyújtani? Hol lakik? Schönberger Strasse 72. Waldbrunn Pension. A nevem Berton. George Berton. Berton urat keresem. 8. szoba. Jöjjön be, nyitva van. Üljön le. Hallgatom. A férfi, akit keres... Én senkit se keresek. A rendőrség keresi. A férfi, akit keres, itt lakott, ebben a panzióban.
Akkor még jó pár jelentkező lesz. Nem lesz jelentkező. Az emberünk itt angol bajuszt viselt, pofaszakált és sötét szemüveget. De hát, miért nem megy ezzel a rendőrségre? Azt magára hagyom. Maga dönts el, hogy mi legyen. Én nyomozó vagyok Franciaországból. Az ipari kémkedés a szakterületem, és az ügy felkeltette az érdeklődésemet. Mikor megláttam ezt az embert. Mit is mondott? Hol lakott? Hogy melyik szobában? Igen. Ebben. Én épp most költöztem ebbe a szobába. Egy órája. Netán szeretné átkutatni? Nem, miért? Hát akkor... Tudni akarom, hogy ki volt az a gyilkos. És magát kérném meg, hogy kiderítse. 10 000 márka megfelel? Elmondja majd a rendőrségnek, amit megtud tőlem? Azt még nem tudom. 20 000 előlegként. Jó. Azt hiszem, nem mondom el. Ugye nincs bizalma a rendőrséghez? Nincs. Sose volt. Hé! Ja, igen. Majd jelentkezem.
Felség Köster. Nem tudom, érdekli-e. Fenn a duzzasztó műnél egy férfi hullát találtak. Egy 40 körüli férfiét. Hát, ha érdekessé válna, jelentkezz nálam, jó? Hogy érti ezt a szabad kérdeznem? Úgy értem. Az a halott esetleg Manfred Gardner is lehetne, nem gondolod? Aha. Kösz vége. Jó estét. Jó estét. Megtudhatnám, mit keresi? Megtudhatnám, miért kérdi? Ez rendőrségi jelvény. És a nevem Köster. Tudom, hogy ez rendőrségi jelvény. Kérdeztem valamit. Nyomozó vagyok, és megbízást kaptam a halott kilétének kiderítésére. Micsoda? Kitől? Peter Wigandtól. A nevem George Burton, és a Vádrum panzióban lakom. De ezt ön is tudja. Honnan tudnám? Mert az emberei követték Wigandot, mikor nálam járt. Még nem kaptam jelentést róla. Egyébként ipari kémkedés a szakterületem. Akkor itt semmi esélye. Mondja inkább, hogy nem vagyok illetékes. Megengedné, hogy mégis megnézem a halott kocsiját? Nem, ez nem megy. Ha akarnám se, a kocsi ugyanis nincs már ott, a kapitányságomban. Nem felel. Esély Köster. Na végre. Köster úr, ő az. A halott neve Manfred Garden. És Peter Wigand barátja. Így is gondoltam. Elisd elő Wigandot és vidd oda. Jó, meg lesz. Köszönöm. Egyáltalán hol ismerkedett meg Wigandal? Felhívta. És ő oda ment. Hát igen. Valami izgatott az esetben, és azt mondtam neki, tudok valamit. Aztán... Ahogy ott ült, éreztem, hogy jó úton járok. Azt mondtam neki, a gyilkos a panzióban lakott, és szemüveget, bajuszt és szakát viselt. Ami nem is volt igaz. Persze, hogy nem. De megkaptam a megbízást, és egy 20 000 márkáról szóló csekket.
ilyen sokról, az nem létezik. Még hozzá előveg gyanánt. Találtunk egy hullát, nem jönne velem megnézni? Vígand is ott lesz. Hol van ő nyilvántartásban? A francia szakszövetségben. Hogy lesz valakiből nyomozó? A rendőrségnél kezdte? Nem. Frankfurtban születtem, ott érettségiztem. Aztán elloptam apámtól 10 000 márkát, és elindultam kalandot keresni. A nagy kalandot. Aztán többé nem mertem hazamenni. Beálltam az idegen légióba. Francia állampolgár lettem, és mint tiszteleltem le. A szüleim már nem élnek. 3 nyelvet beszélek, mi máshoz kezdtem volna. Az ipari kém elhárítással jól keresek, és szeretem is a munkát. Elégedett? Akkor nem is lehet sürgősen szüksége a 20 000 márkára. Sürgősen nem. Milyen régóta lehetett a vízben? Azt pontosan nem tudom megmondani. Lehet olyan 24 órája. 24 óra? Körülbelül. Holnapra pontosítom. Garden úr, sajnálom, de a fiát a törvényszéki orvostanra kell vinnünk. Mit hozott itt magával? Mindjárt elmondom. Szabad? Tessék. Szóval, Peter Wiegand tőlünk hazaindult. Útközben telefonált a kocsiból, majd csinált egy varga betűt, egy bizonyos Waldberg panzióhoz hajtott. Brum, brum. Tessék? Waldbrunn. Mi ez már megint? Igen, a Waldbrunn panzióhoz, ahol egy bizonyos Berton urat keresett. Hát ez az az úr. Aha. Magánnyomozó. Megbízást kapott Wiegand úrtól a reggeli halott gyilkos a kilétének kiderítésére. Csak hogy tud. Különben mi van? A halott gyilkosunkat ismeretlennek jelentették. Az egész országból. Bekapcsoljuk az Interpolt. Megtörtént. Jó. Köszter úr. Ez Garden apja. Bár nincs búcsúlevél vagy hasonló, de az apja szerint öngyilkosság volt. Garden nagyban játszott. Az örege szerint vagy 2 millió adóssága lehetett. Részvétem, Garden úr. Mindig tartottam tőle, hogy így végzi. Pedig ő megmenthette volna. Ez a barátja volt. Megmenthette volna. Már nem volt a barátja. Milyen ember ez a Wiegand? Olyan ember, aki ölni tud.
Van valami mélyebb értelme annak, hogy az éjszaka kellős közepén ide rendelt? Maga megmenthette volna, a barátja volt. Miért ajándékoztam volna a feleségem szeretőjének 2 milliót? Megmondaná? Maga egy nyomozónak 20 000 márkát adott. Ki akarom deríteni, ki ölte meg a feleségemet. Hogy került kapcsolatba Berton úrral? Erről nem nyilatkozom. Kérdezze őt. Én magától szeretném hallani. Kényszeríthet, hogy elmondjam? Nem, azt nem tehetem. Mindent elmondott neki. Azt bízza csak rám, jó? Maga elmondta neki, amiket tőlem hallott. Nem. Semmit. Van valami? Jöjjön el holnap 9:30-kor. Kis bőröndel a panzióban. A bőröndben 1 millió legyen, használt bankjegyekben. Maga megőrült. A rendőrségre megyek. És feljelentem. Nem kell elmennie. Itt vannak. Van valami? Nem, semmi. Haza szeretnék menni. Kérdeztem valamit. Elmehetek? Igen, hazamehet. Holnap reggel 9-kor felkeresem. Legyen otthon. Nem leszek otthon. Kérem, legyen otthon. Belemegy? Inkább önnel. Ha megmutatná az útlevelét. Mi olyan érdekes az útlevelemben? Ugye olyan ritkán kerül francia útlevél a kezembe. Köszönöm. Egy szót se szólt Wigannak arról, amit magának mondtam, a halottról. Ugyan miért? Mi van e mögött? Mégis együtt akar működni velem? Nem lesz semmiféle együttműködés. Maga elmondja, amit tud, és ezzel pont. És ha valamit elhallgat, eljárást indítok maga ellen egy bűntény elkendőzésében való részesség miatt. Ez nálunk ilyen egyszerűen megy. Attól tartok, rosszul ítél meg. Nem tud megfélemlíteni. Panaszt emelek az öreg ellen. Mindent rögtön az éjszaka kellős közepén. Elmentem. Nem te vagy az egyedüli. Jó éjszakát. Jó éjszakát.
Na, doktor úr, mi újság? Hát, nos, a nyomok a halott felső ajka fölött, és két oldalt a barkó alatt ragasztószerre utalnak. Milyen ragasztószerre? Hát, amilyet a színházakban használnak. Szakál felragasztására. Köszönöm, doktor úr. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem fogta meg. Martin, riadóztasd a rohamcsoportot, a legjobb embereiket küldjék. Ezen minutumban. Ismeri őt. Tessék, ki ismer kit? Hát Vigan ismeri a felesége gyilkosát. És Berton a nyomozó kiszagolta, és most a kezében tartja. Az elgondolás kitűnő. Gondold el, valaki felbérel egy fickót, hogy ölje meg a feleségét, és abban a pillanatban, amikor az az asszonyt lelövi, leteríti a pofát. Tökéletes terv. Ez a Berton ismeri az összefüggést. Mindent tud. Tessék, Heyman. Igen? Ez biztos? Köszönöm. Nincs nyilvántartva. Berton nevű nyomozó nincs nyilvántartva. Vigand elhagyta a házat. A bankjához hajtott. Egy bőrön van nála. Most a Waldblum panzió felé tart. Gyerünk, csipkedjétek magatokat. Halló? Halló? Van itt valaki? Ki az? Én. Nyitva van. Üljön le oda. A hekusok figyelnek. Követtek. Nyissa ki a bőröndöt. Csak semmi hirtelen mozdulat. Vegye ki a pénzt. Tegye vissza. Csukja be. Miért? Miért gondolja, hogy zsarolhat engem? Miért? Mert megölte az öcsémet. Nem tudtam, hogy ez öccse. És 1 millió nem nagy ár. Egy felesleges halálért, ahogy mondják. Az öcsém első megbízatása volt. És én elkísértem, ahogy egy kis testvért elkísérnek. Tehát, Berton úr, innen sose kerül ki. Nem lesz probléma. Profi vagyok. Berton úr, önnek még visszajár. Ha?
Ezt nagyon jól csinálta, nyugodjon meg. Tessék. Köszönjük. Kérem. Na, a kapitányságra. Köszter úr! Köszönöm. Köszter úr, a halottunk egy bizonyos Berton. Róla magáról nincs semmi. A bátyját körözik, mint bérgyilkost. Már amennyire a francia tudásommal kisirabizáltam. Egy pillanat. Az Öreg című bűnügyi filmsorozat Felesleges halál című epizódját látták. A forgatókönyvet Volker Fogeler írta. Az Öreg szerepében Siegfried Lovitz, magyar hangja Bodrogi Gyula. További magyar hangok. Sebestyén András, Vas Gábor, Rékasi Károly, Kárpáti Tibor, Kristóf Tibor, Rutkai Ottó, Gyimesi Pálma. Magyar szöveg Kálmán Éva, hangmérnök Bétén Viktor, rendezőasszisztens Kasperlik László, vágó Kern Mária, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Somló Andrea. A film zenéjét Frank Duval szerezte. Fényképezte Rolf Kestel és Mihály Georg. Rendezte Günther Gréber. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videó Vállalat műtermeiben készült.